A Nemzeti Összetartozás napján a trianoni békediktátum aláírásának 104. évfordulóján Varga Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, Cserpalkovics András polgármester, Róth Péter és Lerner Zsolt alpolgármesterek, a város több önkormányzati képviselője, valamint a Történelmi Vitézi Rend és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjai helyezték el az emlékezés virágait az országzászló emlékműnél. Június 4-e az 1920-as trianoni békeszerződés és aláírásának évfordulója. Az első világháború végén a Párizs környéki békeszerződések megkötésére került sor a győztes antant hatalmak és a vesztes központi hatalmak között. Ennek részeként a franciaországi Versailleshoz tartozó Nagy Trianon kastély folyosóján kötötték meg a trianoni békeszerződést, melynek következtében az osztrák-magyar monarchia megszűnt, Magyarország lett egyik utódállama. Az ország területe jelentős részét elvesztette, lakossága pedig 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent.